Éppen egy tanórát látunk, ahol Paul két társaival együtt szorgalmasan tanulja a magyar nyelvtant. Na de kit? Ugye, ha önt, akkor határozott ragozás. Paul angol származású, de Belgiumban él, az Európa Bizottságnál fordítói munkája van. Fontos számára a magyar nyelv ismerete, már harmadszor vesz részt a Magyar Nyelv és Kultúra nyári egyetemen. 10 éve kezdte el a magyar tanulni, akkor 2 évig folyamatosan foglalkozott a nyelvvel. Aztán egy szünetet csináltam, nem 6-7 évig nem tanultam a magyar nyelvet, sokat elfelejtettem. És aztán ezért 2018-ban ide Pécsre először kezdtem, hogy újra magyar nyelvet tanulni kezdeni. És itt nagyon szép, Pécsen nagyon szép, nagyon szeretem a hegyekben kirándulást csinálni, és azért már harmadszor itt vagyok Pécsen, a nyári egyetemen. A nyári egyetem szervezése az előző évi nyári egyetem lezárásával kezdődik. Ekkor veszik sorra azokat az értékelőlapokat, amelyeket a diákok beküldtek évközben. Ebből merítve kezdik el tervezni a következő szezon programját, mondta a dr. Pelc Katalin, a magyar program vezetője. Ez már tulajdonképpen a következő év programja szeptemberben elkészül, és megpróbáljuk beépíteni azokat a megjegyzéseket, amiket úgy gondolunk, hogy érdemben tudunk használni. Ugye hála Istennek eléggé sok a visszatérő diákunk, tehát az ő örömükre és a saját örömünkre is azért a programon mindig változtatunk valamit. Ahogy mondtam, ezt már azért szeptemberben nagyjából kitaláljuk. Aztán jön a pályázatírás, mert mi is pályázunk arra, hogy a diákok tudjanak majd pályázni hozzánk. A Tempusz közalapítványnak elkészítjük azt a pályázatot, hogy fogadják be ezt a programot, hogy támogassák ezt a programot. Utána pedig nagyjából össze kell fésülni a kollégákat és a szakmai programot, hogy hogyan tudunk majd a következő évnek neki feszülni. És aztán, amikor áprilisban érkeznek a diákok pályázatai, amikor már látjuk a konkrét létszámokat, akkor kezdjük el azt a munkát, ami egyrészt a diákokkal való levelezést jelenti, másrészt pedig a program szervezését. A résztvevők célja a magyar nyelv és vele együtt a kultúra minél tökéletesebb elsajátítása. Heti 40 tantermi és tantermen kívüli órában kis csoportokban szerveződik a nyári egyetem. Csoportonként 3 nyelvtanárral tanulnak. Ennek köszönhetően a változatos tanulói környezet és módszertani eszközök biztosítottak. A diákok részt vehetnek sportklubban, gasztroklubban, filmklubban, fonetika klubban, tette hozzá a magyar program vezetője. Itt egy hónap alatt körülbelül azt ígérjük nekik, hogy egy nyelvi szintet emelkedhetnek. Jelenleg 7 nyelvi szinten folyik az oktatás, tehát ennek is köszönhetjük talán azt, hogy sokan visszajárnak, ami talán érdekes, hogy a felsőfokú csoportban van szerintem jelenleg a legtöbb visszatérő hallgató. Azt gondolom, hogy ez annak is köszönhető, hogy nekik is tudunk újat mondani. Ezen a nyári egyetemen kell vizsgázni. A nyári egyetem azt a célt tűzte ki maga elé, és remélem, hogy ez az egyik oka a nagyszámú visszatérő diákoknak is, hogy a tanulásra helyezzük a fókuszt. Tehát szeretnénk mindeközben jól érezni magunkat, de bizony az a célunk, hogy sok-sok ismerettel gazdagodva menjenek el, olyan ismerettel, amit meg is jegyeznek. Tehát a vizsga az elkerülhetetlen a program végén. Van írásbeli vizsga, és van szóbeli vizsga is. Ez természetesen ennek a hogyanja az lehet változó. Felsőfokú szinten már egy-egy választott témából prezentációt készítenek a diákok, és az a szóbeli vizsgájuk, még nem az alsóbb szinteken témákból szóbeliznek, és a nyelv formáinak elsajátítását pedig az írásbeli teszt ellenőrzi.
Tananyagként a Pécsi Tudományegyetemen megjelenő Szita Szilvia és Perc Katalin által írt magyarok tankönyvcsaládot használják. Ez a modell alapú oktatás módszereit követi. A kurzusra Európa szinte valamennyi országából, többek között Ukrajnából és Oroszországból is, de Argentinából, Brazíliából, az Egyesült Államokból, Japánból, Kanadából, Kínából is érkeztek hallgatók. A nyári egyetem 26 országból 65 diák részvételével zajlik. Az oktatás délelőttönként egészen kora délutánig tart, majd egyéb kulturális programokkal folytatják a napot.